Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható a bak jegyében születetteknél május hónapban? Ezt megtekintjük ennél a kirakásnál. De először még odafigyelünk arra, hogy milyenek a csillagok állása, hogy hat ez a bak jegyére az indiai számítás szerint. Ha tudni szeretnéd azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, a videó alatt ott található egy tabella, ahol utána nézhetsz. Plutó bolygó visszatekintő a bak jegyében. Ez a visszatekintés utal a múltra, gyakran utal kármikus témákra is. Plutó bolygó hatása alatt le kellene zárni valamit. Amit Plutó bolygó még jelent, mint a hatalom bolygója, uralkodj most egy bizonyos élet, helyzet felett, vagy jelenti a belső erődet, a belső hitedet is. A szexuális témákról van szó, itt szintén Plutó bolygó uralkodik e témák felett. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó az a vízöntő jegyében van, tehát a szomszédos jegyben, és itt megvan a segítség, a közelség, a bizalom, mint jó szomszédoknál. Mars bolygó jelentheti az élet erődet, és a vízöntő jegyéből kihat rád, küldi a levegő elemét, tehát megvan itt a könnyűség. Mars bolygó lehet egy férfi a közeledben, vagy hogy egy férfi közeledik hozzád. Szaturnusz bolygó az kihat a sors utakra, itt vannak új ötletek, tervek, ami megvalósítható. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a halak jegyében van. Mindhárom nagyon erős most, hiszen Neptun bolygó és Jupiter bolygó mindkettő uralkodik a halak jegye felett, és Vénusz bolygó itt kiemelkedik, hiszen jól érzi magát a halak jegyében. Mindez jó hatással van a bak jegyére. Neptun bolygónál az álmokról van szó, a tervekről, az intuícióról, vagy inspiráció, és ez jó hatással van a bak jegyére, tehát egy álom megvalósulhat. Jupiter bolygó a szerencsét hoz, vagy utal igazságra, egy bírósági ügyre, ahol itt rendeződik most valami. Vénusz bolygó jelentheti a nőiességedet, ha te egy hölgy vagy, és egy kreatív tevékenységet. A Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, és ez jó hatással van most a bak jegyére, tehát szerencse a szerelmi élet területén. Merkur bolygó a bika jegyében mozog, és mivel a bika jegye szintén a föld elleméhez tartozik, ugyanúgy, mint a bak jegye, itt lehet egy előnyös szerződés, egy jó hír, kellemes beszélgetések. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit jelentenek itt a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam, a díjam 3500 forint. És mit mutatnak a képek? Itt ez a ravasz róka utal hamis kapcsolatokra, vagy valami van a háttérben, ez a ravasság, a hamisság, valaki becsapott téged, vagy figyelget téged rossz szándékokkal, de itt a gólyák jelentik már a változásokat. Itt változik valami ezen a helyzeten, és a gólyák alatt itt látható a szerencse, tehát szerencséd lesz
lesz itt egy szerencsés fordulat. Mivel a hold jelenti az anyukát is, és az anyai érzelmeket, az előfordulhat, hogy itt viták vannak az anyukáttal, de ez a helyzet lezárul. Ha egy férfi vagy, akkor itt jelensz meg a képen. A nőknél ez a férfi utal a lelki társra. A feje fölött itt vannak a kártyák, és azok mutatják az ő gondolatait. Ez a ravasz róka jelentheti azt is, hogy vannak nála ilyen negatív gondolatok, mint például, ó, ez úgysem sikerül. És ezek a gondolatok fájdalmas gondolatok, hiszen ez az ostor jelentheti ezeket a fájdalmas dolgokat. De szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, így eltávolítanak bizonyos kártyákat. Az egerek eltávolítják a fájdalmas emlékeket, az egerek eltávolítják ezt a hamisságot, vagy ezeket a negatív gondolatokat, azon kívül az egerek eltávolítják ezt a hegyet. Ez a hegy utalhat a téli hónapokra, és akkor az azt jelenti, a tél idején voltak problémák, nézeteltérések, nehézségek, de ez most elmúlik. Ez a sarló szintén elvágja ezeket a dolgokat vagy kapcsolatokat. A háta mögött a sarló azt is jelentheti, hogy vállófélben van. Itt ez a ház utal a te otthonodra, utal a környezetedre, mint például a szomszédokra, vagy a szülői házra, vagy a családra. Itt meg lesz most a szerencse, ez a park jelenti a szép környezetet, vagy hogy megkapod az elismerést. Itt lesz egy új kezdet, és mind az, ami átláthatatlan volt a múltban, az lezárul, hiszen ez a koporsó lezárja ezeket az eseményeket. Itt ezen a képen látható ez a horgony, és szimbolizálja a munkát és a hivatást. Itt meg lesz újra az erőd, lesz egy új kezdet vagy kapcsolatok, és szerencse lesz a munkát illetően. A munka alatt itt ez a csillagkép szintén szerencsét hoz, de jelenthet egy spirituális területet is. A gólyák jelentik itt a változásokat, és ez a kereszt kihat a sors utadra. Amikor a sors utak kereszteződnek, vagy azt is jelentheti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És hol hat ez ki? Egyrészt kihat erre a szívre, tehát itt párkapcsolatról van szó. Hamarosan lesz egy jó hír, egy kellemes meglepetés. Amire ez a kereszt még kihat, ahol szintén szerencse van, ez a munka és a hivatás. Itt lesznek sorsdöntő változások, lesz egy új irány. Itt középen ez a két kártya jelenti a gyógyító erőt. Lehet, hogy ez a hivatásod, és ezen a területen szeretnél dolgozni, és akkor pénz jön a házhoz, hiszen a halak jelentik az anyagiakat, és itt látható a szerencse. Amit ez a fa még jelent, hogy oda szeretnétek érkezni, amit terveztek. Ahol úgy érzitek, igen, itt le tudok gyökerezni, ez a helyem. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat. És itt meg lesz ez a stabil helyzet, hiszen itt van a szerencse,
és ez a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, de lehet egy hölgy is, és itt van nála ez a gyógyító erő. Ami a munkát illeti, itt lesz egy új kezdet. Ez a torony jelenti a hivatalos dolgokat, vagy lehet egy bírósági ügy is. Mivel a torony alatt itt van a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy, és itt valami átláthatatlan, különösen, ami ezt az ingatlant illeti, vagy a családi kapcsolatokat. A baráti körben valaki eltitkol előled valamit. De ez a két kártya azt is jelentheti, hogy tanulsz ebből a barátságból, vagy ez a barátnő nagyon intelligens. Ha egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt ez a hajó jelenti a mozgást, ugyanúgy, mint ez a kártya. Előre mennek az események, ez lehet sport, autó vagy egy utazás is, külföldi kapcsolatok. Itt a madarak jelentik a beszélgetéseket, az lehet egy idegen nyelv tanulása is. Az utak azt jelentik, hogy te itt fontos döntéseket fogsz hozni. Ez az utazás, ez a külföldi kapcsolat lehet a nyár folyamán, erre utal a nap, vagy egy déli irányba. Itt látható a kulcs, ami azt jelenti, légy magabiztos. Azon kívül itt ezáltal a kulcssal kinyílik számodra egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és hamarosan itt döntéseket fogsz hozni. Ami ezt a hivatalos dolgot vagy bírósági ügyet illet, itt ez a virág jelenti azt, hogy tisztázódik valami. Lesz itt egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Ez a virágcsokor jelentheti a te nőiességedet, vagy egy kreatív tevékenységet, de jelenthet egy jó hírt, vagy egy ajándékot is. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, május hónapban, itt látható. Ez a ravasz róka jelentett negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket. Itt változtass valamit, akkor az számodra szerencsét hoz. Amit a róka még jelenthet, ravasz emberek az ő környezetében, vagy a te környezetedben, és megpróbál téged megbántani. Itt lesznek sorsdöntő kapcsolatok, döntések, változások, különösen ami a szerelmet illeti. Itt van egy jó hír, egy kellemes meglepetés. Légy magabiztos, itt kinyílik egy ajtó számodra, számotokra. Itt van a vonzalom kettőtök között, és itt előre mennek az események. Ez a kép jelenthet sportot vagy autót is. Második hét, május hónapban itt látható. A hold jelenti az érzelmeket, vagy az anyukádat. Itt lehetnek még viták, de tisztázódik, rendeződik valami, ami szerencsét hoz. Itt meg lesz egy stabil kapcsolat, itt vannak a megújulások, a változások. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, és jó indulattal közeledik hozzád, hiszen itt van egy jó hír, és a halak jelentik az anyagiakat, lehet, hogy segít neked, megajándékoz téged, vagy a halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy ez a barátság értékes számodra, vagy te vagy értékes számára. De ez a kígyó jelenteti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy ez a hivatásod, és ezáltal pénzt kapsz, pénz jön a házhoz, és itt fontos döntéseket fogsz hozni. Lesznek beszélgetések, itt ez a hajó jelenti a reményt, de a külföldi kapcsolatokat is.
harmadik hét május hónapban itt látható. Ez a kép jelenti a téli hónapokat. Voltak problémák, nehézségek. Az egerek ezt eltávolítják. Itt van újra az életerő, a fiatalos kisugárzás, egy új kezdet. Ez lehet a munka, a hivatás is. Itt vannak kapcsolatok, szerződések. Ha vannak bizonyos dolgok, ami ezzel a toronnyal összefügg, mint például egy örökösödési ügy, bírósági ügyek, hivatalos dolgok, itt kitisztul valami. A gondolataidban megjelennek ezek a kártyák, ami utal arra, hogy meg lesz a könnyűség, a siker, a kapcsolatok, különösen ami a külföldi kapcsolatokat illeti, és itt előre mennek az események. Utolsó hét, május hónapban itt alul látható. Ő eltekint a kártyáktól, hiszen számára minden olyan nyomasztó, és nem akar odafigyelni bizonyos dolgokra. Ez a kassa jelenti azt, hogy ő lezárja ezeket a témákat, de utalhat válásra is. Ami az otthonodat illeti, ez egy szép környezet, és szerencsét hoz. Vagy ez a hivatásod, egy spirituális terület, és itt kiépítesz valamit. Ami még olyan átláthatatlannak tűnik, azt lezárja ez a koporsó. Itt vannak barátságok, és megvan itt a könyv, ami összeköt benneteket, ez a tudás, a tehetség, vagy iskolázás, de azt is jelentheti, hogy van egy barát, vagy egy barátnő a környezetedben, és eltitkol előled valamit. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!